civil összefogás nem, de a Jobbik igen, mármint hogy tüntetni fog akkor, amikor Mesterházi Attila az évértékelőjét tartja. Mesterházi Attila vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát az egyiket megúszták, másikat nem. Jó ötlet volt meghívni a román elnököt? Vagy most már úgy gondolja, hogy még se kellett volna? Annyian felháborodtak. Nem. Hát én csak azt látom, hogy a szélső jobb oldal háborodott föl. Nézze itt, mi világosan elmondtuk, amikor mi a nemzetpolitikai programunkat meghirdettük, ami egy változás volt az eddigiekhez képest, tehát nagyobb odafigyelés a határon túli magyarok irányába, nem csak pragmatikus ügyintézés, hanem egy érzelmi, szimbolikus politikát is jelent. Akkor mi azt mondtuk, hogy de ez akkor fog jól működni, hogyha mellett a jó szomszédi viszonyt is ápoljuk itt a Kárpát-medencében levő országokkal, hiszen nem fogják elvontatni mellőlünk egyik országot se, össze vagyunk zárva a múltbéli valós vagy vélt konfliktusainkkal, ezért pont azzal segítjük a határon túli magyarokat, hogyha megőrizzük a jó kapcsolatot. Mert ha nem értünk valamivel egyet, vitánk van, akkor egy békés, nyugodt, jó szomszédi viszonyban ezt könnyebben lehet kezelni, és ennek szólt egyébként Viktor Ponta meghívása. Ráadásul egyébként a székely zászló ügye előtt történt a meghívás, most ez részletkérdés, de ettől függetlenül fontosnak tartom, hogy mutassuk azt, hogy igenis két ország viszonya, ha jó, akkor könnyebben lehet problémákat kezelni. Hozzáteszem egyébként, aminek én örültem egyébként, hogy Orbán Viktornak, Basescu elnökkel, tehát Románia elnökével kimondottan szívélyes és jó kapcsolata van. Talán emlékszik a legutóbbi román belpolitikai vitánál is Orbán Viktor Basescu álláspontját képviselte, és ő érte, vagy neki ment kampányolni Romániába, akkor nem érte, akkor nem láttam ezeket a nagyon heves reakciókat, hogy lehet egy politikusnak, egy román politikussal jó viszonya. Én annak örülnék, ha mindenkinek lenne ilyen kapcsolata, mert én jó viszonyt ápolok a román miniszterelnökkel, Orbán Viktor a román elnökkel, na akkor már legalább két olyan csatornánk van, ahol a vitás kérdéseket békésebb és normálisabb párbeszéd mentén lezárhatjuk. Két ország vezetői, ellenzéki vezetői, kormányon lévő vezetői legyenek jóban a szomszédos ország elnökével, kormányfőjével, mindenkivel. Most itt egy ilyen furcsa helyzet állt elő, hogy önök lettek már megint a, nem tudom, idegen szívűek, mert hogy a román kormányfőt meghívják, és az el is jön. De hogyha mondjuk a román elnököt hívták volna meg, akkor nem lett volna semmi baj. Tehát hát azért mondom, hogy ez a kettős mérce működik. Ráadásul ugye Viktor Ponta a szociáldemokrata politikus, tehát ugyanabban a pártcsaládban tartozik, ahova a szocialista párt, Basescu elnök pedig a konzervatívokat képvisel, tehát ugyanabban a pártcsaládban tartozik, ahova Orbán Viktor pártja, és hát azért a Fidesz rendezvényein számos alkalom egyébként teljesen normálisan konzervatív külföldi politikusok rendszeresen részt vesznek, mint hogy a mi rendezvényeinken is. Például most is itt lesz nálunk nem csak Viktor Ponta, hanem Szergej Stanisev, aki az Európai Szocialisták Pártjának az elnöke, is megtisztel bennünket, ő is hozzá fog szólni itt az eseményen. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy az egy pártcsaládhoz tartozó politikai vezetők azok úgymond vendégségbe mennek a másikhoz, és próbálják segíteni a törekvéseket. De alapjában jövő, hogy a maga a rendezvény azért mégiscsak egy évértékelő, arról szól, hogy mi hogyan látjuk Magyarországot, hogyan látjuk a helyzetet, és ezért nagyon sok emberrel konzultáltunk az elmúlt 3-4-5-6 hónapban, sőt az elmúlt 3 évben, és arról is fogok beszélni, hogy mi milyen kilábalási stratégiát javasolnánk. Tehát, hogy mik a mi elképzeléseink, javaslataink, hogy hogyan tennénk rendbe az országot gazdaságilag. Tehát nem csak kritika lesz, hanem jövőre. Nem, én nézve azt szeretném, hogyha, és így készülök a beszédemre, hogy van benne persze kritika is, hiszen a helyzetértékelés az mindig fontos, hogy jól határozzuk meg aztán a megoldásokat is. De alapjában jövő én azt szeretném, hogyha beszédben arról is tudnék beszélni, hogy mi mit tennénk másképpen, mit javasolnánk Magyarországnak, hogyha erre választóktól felhatalmazást kapnánk. A civil összefogás demonstráció lefújásáról ön tud valami többet? Az a magyarázat, hogy azért nem, mert hogy megbízható forrásból arról értesültek, hogy szervezett csoportok zavarhatják meg az ő békés, méltóság teljes rendezvényüket, és akkor ezért leállították a szervezést. Hát itt aztán már a hazai titkos szolgálatok figyelmeztették őket, ez is szóba került, de ez így szokott lenni? A hazai titkos szolgálatok civil szervezeteket figyelmeztetnek, hogy valakik őket meg akarják zavarni, a másik, hogy most önök ellen, vagy a román kormányfő ellen akartak demonstrálni, vagy méltóság teljes rendezvényt és békés rendezvényt akartak. Ebben én is elveszek már, hogy a békemenet az eddig csak agresszívan lépett föl, tehát
hogy eléggé fura, hogy pont békemenetnek hívják. Nem, hát békésen sétálgattak. Hát békésen, igen, demonstráltak. Nem bántottak soha senkit. Ez igaz, tehát meg nem vertek még senkit, se hál' Istennek. Nem, én azt gondolom, hogy abban olyat el tudok képzelni, hogy egy titkosszolgálatnak igenis feladata és dolga, hogyha ha ilyen kockázatot észlel, akkor szóljon politikai pártoknak, civil szerveteknek. Tehát ebben nagy problémát nem látok, hogy mi a... De milyen csoportok? Hát a Jobbikra gondolhattak, tehát azért szélsőséges csoportok bőven vannak. A Jobbik akarta a civil összefogást megzavarni? Hát nézze, hát Magyarországon bármi előfordulhat itt a... És ha most a civil összefogás nem, akkor jön a Jobbik, mert a Jobbiknak eddig nem jutott eszébe, hogy ők is menjenek, de hogy valaki legyen, tehát mindenképpen kell, hogy valaki legyen az utcán. Hát nézze, én most azt látom, hogy a kampány elkezdődött, tehát a Fidesz először elkezdett egy plakát, egy ilyen negatív plakát kampányt, utána, ahogy látjuk, most elkezdtek demonstrálni a szocialista párt ellen. A napokban hétfőn a parlamentbe bejelentették, hogy az egyik szocialista képviselő ellen, az elnök helyettesünk ellen egy mondva csinált ügyel az ügyészség egy eljárást kezdeményezett, tehát ki is kérik a parlamentből az ő mentelmi jogát, Simon Gáborról van szó. Tehát olyan ügyben, ami nagyon távolról, kilométerekről is látszik, hogy politikai ügy, tehát ezért mondtuk mi is azt is, hogy hallom, és köszönöm szépen a DK-nak is, hogy ők maguk is azt mondták, és mi magunk is, hogy az MSZP elnök helyettesével teljes mértékben szolidárisak vagyunk. Tehát én azt látom, hogy a Finkenstein úr, vagy azt hiszem pontosan idézem a nevét, aki ugye a gyűlöletbeszéd atyaként ismerik, ő 2008 óta dolgozik Orbán Viktornak, és hát ő arról ismert, hogy a legerősebb homofób kampányokat, vagy éppen bármilyen más kisebbség elleni kampányokat menedzsel, és az is látszik, hogy hát ez a stratégia most a Fideszben jól érzékelhető. Tehát magyarul elindítottak egy egész pályás letámadást a szocialista párttal szemben. Mi azt várjuk, hogy lesznek még újabb és újabb ügyek, amiket kreálnak, úgyhogy mi arra készülünk, hogy mostantól kezdve egy nagyon kemény kampányüzemmódban kell haladni előre. A válaszunk erre az, hogy mi föl fogjuk venni a kesztyűt, tehát nem ijedünk meg ettől az agresszív kampánytól, a szocialista párt fog válaszolni erre. Hát a szocialista párt is elkezdte már a kampányt, vannak óriás plakátok is, meg legutóbb egy 20 perces kampányfilmmel, aminek a visszhangja, nem tudom, hogy ön számított erre. Én még ilyet nem tapasztaltam a hazai politikában, hogy ilyen miatt tiltakoznak. Érintettek egyetlen filmben, nyilvános helyen megjelent felvételeket felhasználó filmben. De esetre most már gyakorlatilag nincs senki, aki ne tiltakozna. Hát nézzem, hogy ez úgy néz ki, hogy jogszabályokat mi nem sértettünk. Tehát a mi álláspontunk az, hogy a szerzőjogokat és egyéb más jogszabályokat nem sértettünk. Tehát nagyon odafigyeltünk a film készítésénél, hogy senkit ne bántsunk meg. Tehát és minden forrásunk az olyan, ami nyilvános, vagy a YouTube-ról származik, vagy olyan nyilvános forrásokból, onnét mi úgy gondoltuk, hogy ez használható. Azt nem pontosan értjük, hogy a különböző olyan személyiségeknek a leszármazottai, akik kimondottan pozitív példaként szerepelnek a filmben, tehát magyarul arról szól, hogy ők a követendő példa, akire Magyarországnak büszkének kell lenni, és egy baloldalnak, jobboldalnak egyaránt rajonghat az ember Puskásért, vagy bármely más kiemelkedő személyiségért, hogy az, hogy egy politikai párt követendő példaként állítja, és ezzel szimbolizálja, hogy van egy olyan Magyarország, aminek rendkívül sok értéke van, ami összeköt bennünket, amire a jobboldali, a baloldali együtt tud szurkolni egy futballmeccsen, vagy a zene szerető ember. Szerintem az pont azt mutatja, hogy mi az, ami összeköt bennünket. De akkor ez most miért van így? Hát nézze, vannak olyan pletykák, hogy a Fidesz azért elég sok helyre küldött levelet, sokféle megbízást, hogy lehetőleg mindenki tiltakozzon az ellen, hogy mi felhasználtunk ilyen egyébként nyilvánosan elérhető részeket, és ezeket mi illusztrációként használtuk. Tehát a vélemény, a politikai vélemény, az a miénk, azt vállaljuk is, oda volt írva a film végre, hogy ez a Magyar Szocialista Párt filmje, ez egy művészeti alkotás egyébként. Tehát ez nem egy kampányfilm, azért nem 3 perc, vagy azért nem 30 másodperc, hanem azért 20 perc, mert egy látleletet akartunk adni Magyarországról, egy nem megszokott módon. Tehát ez Magyarországon talán az első olyan film, ami egy ilyen típusú országértékelőhöz kapcsolódik. Na jó, de ez az első perctől kezdve úgy épült be a köztudatban, hogy ez az MSZP kampányfilmje. És az érintettek szerintem ezért kapták fel a fejüket, hogy milyen egy párt kampányfilmjébe szerepelek, vagy az én férjem, volt férjem, vagy én vagyok az örököse, és tehát őt egy kampányfilmbe felhasználták az ő de arcát hát, képét. Kampányfilm akkor kampányfilm, hogyha ez kampányban. De ez így lett eladva, hogy ez egy kampányfilm. Mi nem így adtuk el, tehát azt értem, hogy mit címkéznek rá, hát valószínűleg ez is a céljuk, hogy így címkézzék. Nézd, én látok számos olyan a YouTube-on, számos olyan úgymond ilyen kis politikai
hogy mondjam, kritikai éllel megfogalmazott szösszenetet, amikor minket használnak és bennünket figuráznak, és úgyhogy kiveszik adott esetben az RTL klub vagy bármely más csatornának a műsorából a híradó részletet. Ezek ellen is lehetne tiltakozni, hiszen ugyanez az esetet jelenti. De még egyszer mi azt mondjuk, ez a mi politikai véleményünk, mi másképpen látjuk az ország helyzetét, mint Orbán Viktor, nem látjuk azt a tündérmesét, amiről ők beszélnek. Azt látjuk, hogy az országba el akarnak vándorolni a fiatalok. Azt látjuk, hogy a nyugdíjasoknak dönteni kell, hogy ételt vesznek, gyógyszert váltanak ki, vagy éppen fűtenek. Azt látjuk, hogy a pedagógusok félnek, hogy elbocsátják őket, hogy a kis- és középvállalkozók nem jutnak se piachoz, se hitelhez, se az Európai Uniós forrásokhoz. Tehát, hogy magyarul az a sikersztori, amiről Orbán Viktor beszélt az évértékelőjében, az nem létezik. És azt tudom csak mondani, hogy úgy fogalmazta meg Orbán Viktor, hogy az elrugaszkodás éve azt hiszem a 2012-es év. Hát valóban van elrugaszkodás, csak a valóságtól. És ezért mondjuk azt, hogy ezt a helyzetet be kell mutatni, és egy picit fölrázni a közvéleményt ebben. Korábban volt, hogy 2012 az elrugaszkodás éve. De most mondta, csak hogy úgy apostrofálta azt az évet. És ezért mondjuk azt, hogy emellé viszont majd mellé kell tenni azt is, hogy ne csak kritika legyen, hanem az is legyen oda téve, hogy és mi akkor különböző területeken mit tetnénk konkrétan. A filmre visszatérve, ez most látható van ahol? Persze, igen. Hát a YouTube-on biztos, igen. De az önök honlapján Facebook, nem. Facebook, YouTube és aztán talán a honlapunkon is ott van. És nem változtattak rajta semmit a tiltakozások hatására? Hát, hogy egyik pillanatra a másikra nem tudunk változtatni. Azt megértük, hogy mi nem akarunk senkivel sem, hogy mondjam, vitába, perbe, haragba állni. Tehát, és most mi kiveszik Puskásöcsit, vagy Bartók Bélát? Újra fogjuk vágni a filmet. Csinálunk egy reloaded verziót, egy új verziót majd ebből a filmből, és az majd akkor elérhető lesz újra a következő hónapokban. Számított arra, hogy ez lesz ennek a hatása? Igen, abszolút. Komolyan? Hogy tiltakozni fognak? Hát az, hogy valaki fog tiltakozni, arra mérget vettem volna. Tehát egyszerűen azt el nem tudtam képzelni, hogy a Fidesz elenged egy ilyen hatású művészeti alkotást, anélkül, hogy ne szervezzen rá valamilyen tiltakozást. Tehát ilyen értelemben ez abszolút várakozás szerint alakult. És hogyha összeadtam az eddigi nézettségét ennek a videónak, ez most már olyan 150 ezer fölött van. A reklámnak ami nem ebben, az... ebben a műfajban egy eléggé jó aránynak számít, különösen egy politikai párt számára. Egyébként pont amikor bemutatta a filmet, vagy bemutatták a filmet, akkor önfogalmazott úgy, hogy ez annak a január közepén elindult kampánynak a része, amely Magyarország ma, lehet, hogy a kampány szó az elhangzott, és szerintem itt lett aztán a kis félreértés. Az világos volt, és ezt én az országos elnökségülésén, a választmányban, a frakcióban, mindenhol megbeszéltük, hogy milyen lesz a mi az első fél évünk, hogy ez egy szembesítő kampány, hogy a Fidesznek a hazugságaival szemben mi szeretnénk elmondani a tényeket, hogy mi a valóság. Hol áll a munkanélküliség, hol áll az államadósság, hol áll a különböző. És akkor mi lesz a szembesítő csoda. Kampány után? Utána pedig az jön, hogy azért fogunk kampányolni, azt fogjuk elmondani, hogy és mi milyen megoldásokat javasolunk az embereknek. Tehát egy politikai menetrend szerint az természetes, hogy először meg kell fogalmazni a kritikáinkat, és utána választóknak el kell mondani, hogy és mi egyébként hogyan oldanánk meg ezeket a problémákat másképpen, mint a jelenleg regnáló kormány. Úgyhogy természetesen a következő időszak az pedig arról fog szólni, hogy mi a szocialista pártnak a programja, üzenete és megoldása. Filmet készítenek még? Igen. Lesz még film is? Lesz még film is, sőt lesznek olyan kis videó bejátszások, mint amit az oktatásról csináltunk egy pár héttel ezelőtt, ami egy-egy téma körül forog, és azon a területen mutatja be, hogy mit tett a Fidesz, és mellé tesszük ott rögtön, hogy és a mi álláspontunk, mi a mi politikánk, most a legutóbbi az oktatásról szólt, úgyhogy ilyen tematikus videók készülni fognak a YouTube számára. Hát ez hadd legyen meglepetés. Titok, meglepi, jól van, köszönöm szépen. Én köszönöm.